levélcsüng a fán, egy sort nem írt még a lány, kezét adnás jót ígér, míg a szempillája köldökömhöz ér. Felénk huszár egy se jár, az a legény jönne már, csak azt érnem, halk legyél, még a szempillád a köldökömhöz ér. Hogy gyönyörű nap lemente, a szerelmünk kulcsa közép elapult a zsebedbe. Hideg tőle meleg lett a heverő, nekünk édenkert nem egy hazug temető. El kellene hinnem, hogy te vagy az az egy, hogy a falu nem ismeri se szavad szent, hogy ahonnan te jössz, ott szerelemre vágynak, és nem rabolják szíved, de fekete árnyak. Gyere, gyere, mondd meg nékem, mi a baj? Adok ernyőt, ha megjön az ivatal. Rólunk beszél a falu, de mit akar, mit akar, mit akar, mit akar? Beszél a falu, de mit akar, mit akar, mit akar, mit akar? Nem kell nekem temető, csak egy igaz szerető. Nem kell nekem temető, csak egy igaz szerető. Gyere, gyere, mondd meg nékem, mi a baj? Adok ágyút, ha megjön az ivatar. Szekér Gergőt köszönjük, szia! Sziasztok! Említettük a felvezetőben, hogy tabu témákról szól ez a dal. Mit Igen. lehet erről elárulni? Milyen személyes vonatkozása van a dalszövegnek? A dalszövegnek? Nos, fú! Most beszélhetek... Ezek szerint van. Illetve ki nem mondott érzelmekről, én még ezt is hozzátettem. Úgyhogy... És milyen igaz, így van. Okay. Ez így van egyébként. Hát én alapból szeretek egyébként tabu témákról beszélgetni, meg megosztani dolgokat egyébként magamról is, mert hogy madarul is, ha kérdeztek, akkor mesélek, hogy mi az, amit most éppen átélek, mert hát, ha valakinek ezt tud segíteni, tehát az, hogy az ember ezt kicsit kiteregeti, ami nem biztos, hogy egy egészséges dolog, vagy nem mindenkinek egészséges, de én ezt azért teszem, ugyanúgy a dalszövegben is. Hát ez egy testiekben nem megvalósult szerelemről szól tulajdonképpen, de hát maga, amiről szól, ez egy tabu, tehát hogy maga akár beszélhetünk szexuális, akár bármiről, ezek tabu témák alapvetően. Ugyanígy az embereknek az érzelmei is, sajnos, tabu téma, hogy az emberek hazamennek, és legtöbbször nem sírnak, és nem beszélik ki a barátaiknak, hanem egyszer csak így azt várják, hogy majd elmúlik a rossz. Tehát ez nem mindig van így, valamikor ez kijön. De akkor ennek végül is egy terápiás jellege is van, hogy ezt kiírtad magadból, nem igaz? Ezt mindenképp. Egyébként az összes dalom most visszahallgattam az utóbbi időben, mert volt egy ilyen kicsit mélyebb időszakom, de hát aki ugye fönt szeretne lenni, annak néha muszáj lent is. És hát visszahallgattam a dalszövegeimet, és rájöttem, hogy mondom, Jézus Mária, hát tulajdonképpen mindegyik olyan, mint hogyha a tudatalattin beszélne hozzám, hogy mi az, amit szeretnék valójában, és mi az, aminek ki kell jönnie. Na és mit üzent a tudatalattin? Mi volt a probléma, vagy mi a probléma? A probléma? Hát, neki vagy lehet, hogy akkor már megoldás megvan, az is jó. Vagy még jobb. A megoldás egyébként az, hogy én kibeszélem magamból, tehát nekem ez fontos, hogy ne tartsam magamban a saját dolgaimat. Most például, hát most ilyen pánikrohamaim voltak, meg hasonlók, soha életemben nem volt. Én azt hittem, hogy szívinfarktusom van, majd elmondták az orvosnak, hogy semmi baja nincs a szívemnek, tök egészséges vagyok. Hát ez egy pánikroham. Most azzal, hogy leálltunk, én hazajöttem külföldre, mert nagyon sokat dolgoztam kint, és
És hát az, hogy leálltam, és nem tudok kivel beszélni, nem tudom mindig megosztani az én dolgámat, ez nekem egy ilyen nagyon ritka pillanat, mert én mindig jókedvű vagyok, mindig elbeszélgetek a barátaimmal, sőt, az itt teljesen vadidegenekkel is nagyon jókedélyűen. Hát ez most így nem igazán sikerül, és ez nagyon hiányzik az én kis lelkemnek. Nagy Bogi, hogy jött a képbe? Nagy Bogi! Én nagyon szeretem a Bogit. Egy iszonyatosan tünemény csajszi. Most azt hiszem éppen valamelyik vizsgáját csinálja, mert hogy vezet, azért nincs itt. A dalban ismertétek? Ja, a dalban. A dalban, 2019-es dalban ismertük meg egymást a Bogival. Egyébként kicsit hasonlítunk szerintem, mert ő is egy ilyen életvidám csajszi, azért benne is vannak nagyon-nagyon mély érzések, és egy iszonyatosan komoly csajszivá nőtte ki magát egyébként. Bár annyira régen nem ismerem, tehát nem gyerekkora óta, és egyébként ezért választottam a dalba, mert szükségem volt egy angyali hangra, ami egy ilyen nagyon-nagyon tiszta, egy picit fátyalos, tehát hogy egy mégis nőies, de közben még van benne valami gyermeki tisztaság. De az ördögi repre is szükséged volt, és te magad most nem vállalkoztál erre, bár voltak próbálkozások, amit leginkább poénosan, humorra vetted, most viszont Raulra hárította ezt a feladatot. Most Raulra? Igen, Raul egyébként egy kifejezetten jó művész. Én azt vettem észre, hogy ugye hallgattam a dalait, és így mindig most nem, tehát hogy Isten őriz, hogy bárkit megalázik, tehát hogy nem azt mondtam, hogy többre képes, de hogy hallgattam a dalait, és mondom, basszus, ebben a fiúban van valami. Van valami annyira mélyen, ami így nagyon így előjön belőle, és így mindig így picit megmutatja, hogy egyébként neki van egy ilyen nagyon jó művész oldala, és hát ezt próbáltuk, most itt nagyon szépen ki is írt egyébként a saját rap részét, azt ő fogalmazta meg, illetve az utána révő fél refrént, amiben szerintem nagyon szépen kibontakozik az ő verses művészete. Kicsit beszéljünk a klip vizualitásáról is. Ugye a forgatási helyszín az egy olyan helyszín, ahova már nem először mentél vissza. Így van, én forgattam a Körúti Színházzal, mert ők egy színházat csinálnak filmeket is mostanában, és a Piros Bugyeláris című film, amit szintén én kevertem meg. Jó, most de nagyképű vagyok. De... Jó, ezt most már nem mosod le, most már mondd végig. Én írtam a zenét, de tényleg, tehát, hogy én írtam a zenét, és egy tök nagy megtiszteltetés volt, hogy engem felkértek ott, mint akkor még location sound, ezt hogy hívják magyarul? Helyszíni hang rögzítésre, majd aztán keverhettem a filmet, és végül írhattam hozzá egy ilyen nagyon szép népies, modern filmzenét, és úgy jött, hogy Kazáron forgattunk, és annyira megtetszett a kazári művészet tulajdonképpen, tehát a háztetők, a házak, a ruházat egyébként, ami ott van, amit nem tudtam bemutatni, mert ez azért elég gicses lenne egy modern videóklipben, hogy mindenképpen vissza szerettem volna oda menni, mert ugye a kazárok egy külön népcsoport volt, és azért ennyire különc egyébként a magyartól. Mint egy picit talán én is így néhány helyenként így elég különcnek érzem magam, hogy így próbálok nagyon tiszta utakat, nagyon egyenes utakat megtalálni, és hát azért ez elég nehéz 2020-ban, meg így alapvetően a 21. században. És hozzánk hoztad el először ezt a képet, még nem láthatták, úgyhogy akkor az utóéletéről majd kicsit később faggatunk, hogy tetszett majd a közönségnek és a rajongóknak. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.